Egy olyan tünetegyüttessel foglalkozunk, amely a modern ember egyik leggyakoribb fizikai, lelki betegsége. Ez a burnout, vagyis a kiégés, amelyet többnyire erős fizikai, érzelmi és mentális kimerülés jellemez. Okai sokrétűek, következménye rendkívül súlyos is lehet. De mi is az a burnout, melyek az árulkodó jelei, és mit lehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük? Arról hamarosan pszichológussal beszélgetünk. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. A Mozaik vendége Kopacz Imola, pszichológus, akit köszöntök szeretettel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Hogyan alakul ki ez a bizonyos kiégés, vagy ha úgy tetszik a burnout tünetegyüttes, és mi vezethet ennek a kialakulásához? Hát erről a burnoutról végül is ilyen megfogalmazásban, 1974-től beszélünk hivatalosan. Ez végig kísérte szerintem az emberiséget, de nem volt egy ilyen neve ennek az egész folyamatnak, mert ez nem egy hirtelen megjelent akut valami, hanem egy szép, lassú folyamat, ami olyan szinte észrevétlenül kerül be az embernek az életébe, hogy csak a végkimenetel, csak az utolsó szónál, ott az, amikor már nincs mit kezdjünk magunkkal, és valóban megtörtént a kiégés, akkor találkozunk. Ennek a folyamatnak tulajdonképpen a negatív érzelmi hatások a legjellemzőbb kísérői, illetve kiváltói. Mert olyan munkahelyi, családi vagy szociális események történnek nagy rendszerességgel az illető személlyel, ami egy adott pillanatban megszokottá válik, de észrevétlenül a környezetéből jövő figyelmeztetéseket, jelzéseket elutasítja, nem veszi komolyan, vagy pont a környezete sem segítőkész, mert nem tudja, hogy kezelje ezt az egész helyzetet. És hiába érzi a tüneteket, adott esetben jelzi is a környezetének, nem kap segítséget. De nézzük pontosan, hogy melyek a tünetek? Hát az első tünet tulajdonképpen az, hogy amikor a munkavállalás vagy egy szakmának az elsajátítása egy nagyon idealizált valami. Tehát túlértékelem a szakmai felkészültségemet, túlértékelem a munkabírásomat, túlértékelem azt, hogy én megváltom a világot. Akkor következik a második lépés, az, amikor szembesülök, hogy tulajdonképpen a valóság nem az. Tehát az ideális a valóságtól, a realitástól nagyon eltér. És akkor ez a kettősség hoz egy stagnálást. Hoz egy olyant, hogy a munkaképessége csökken, mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is egy nagyon fontos szakmai tevékenységet folytasson, de ugyanakkor az eredményei nem ezt hozzák, a környezetéből nem kap visszajelzést, és akkor a negyedik lépésnél az van, hogy egy letargiába esik. Egy olyan állapotba, amiből tulajdonképpen az utolsó, az ötödik lépéshez is eljutunk, az, amikor nem visszafordíthatatlan, de egy teljes impaszt helyzet alakul ki. Az, amikor óriási segítségre van szüksége. Na most itt, ahogy említettem, itt egy hármas tünetről van szó. És pedig van a fizikai, van a mentális, és van az érzelmi. Ezek, hát ugye a testben minden megvan, a test a lélekkel az ikert, egypetélyű iker, tehát ezeket nem lehet külön választani. És amikor ezek a negatív hatások, ezek a stresszek felerősödnek, akkor megjelennek a szomatikus tünetek. És nagyon sok esetben itt a utolsó stádiumnál végül is a szomatikus tünetek az, amikor felhívja a figyelmet, hogy ezen az emberen segíteni kell, vagy pont esetleg ő kéri a segítséget. Nevezzük a nevén ezeket a tüneteket egészen pontosan. Ez az első tünet az, amit azt mondtam, hogy ez az ideális. Tehát az, amikor túlértékelem a képességeimet.
A reális az, amikor felismerem, tehát itt egy önismereti dologról van szó, amikor felismerem, hogy a valóságnak mennyire tudok megfelelni. Ez az önismeret, hát ez azért jó, ha van az embernél, de, és akkor a stagnálás, a harmadik, az, amikor tulajdonképpen tehetetlen, de óriási erőfeszítéseket tesz. Elhanyagolja a családdal, a barátokkal a kapcsolatot. Több időt kell fordítania a szakmai kihívásoknak, ahonnan nincs pozitív visszajelzés. Nem csak a dicséretben nyilvánulhat meg, hanem akár egy béremelésben, vagy egy olyan díjazásban, ami egy kicsikét úgy erősíteni az egóját, és a következő lépés az, amikor ő már nem tudja, hogy mit kezdjen magával, és akkor jön a apátia, akkor összezuhanunk. Konkrét jelzés lehet, ha jól értem, hogy például van egy munkakör, ebben egy munka, ezt a munkát valamikor nagyon egyszerűen és könnyedén megoldottuk, és eljutunk oda, hogy már nem ennyire könnyű ez a dolog, és akkor elgondolkodhatunk arról, hogy ez vajon burnout-e, vagy nem. Mit tehetünk? Melyek lehetnek a kezelési lehetőségek, eszközök, amelyekhez nyúlhatunk? Hát ez egy nagyon többrétű feladatkör. És pedig hát a munkahelyről kellene kiinduljunk. Itt a vezető képzésnek egy része lenne, hogy a vezető állásban levő személy odafigyeljen a munkatársakra. Itt egy változatosságot feltétlen be kellene vezetni. Oda kellene figyelni, hogy a teljesítményének a csökkenése vajon milyen ok miatt történt. Akkor vannak ezek a javadalmazások, vannak az egyszerű dicséretek, a verbális dicséret, nem a vállonveregetés, mert a vállonveregetésnek van egy ilyen diszonanciája, tehát az nem mindig pozitívan van elfogadva, de olyan értelem, vagy egy új munkakörbe áthelyezni, vagy egy új szakosításra sarkalni, akkor egy csoportépítő, egy dinamikusabb kollektívát kiépíteni. A munkatársak közötti kapcsolatot is azért jó követni, mert nagyon sok esetben bemennek a munkahelyre, üdvözölik egymást, és senki rá se kérdez, hogy a család, vagy a tegnap este hol volt, vagy mit csinált, vagy egyáltalán van-e valami problémája. A közömbösség, az elidegenedés, ez egy nagyon-nagyon veszélyes is, és ezt a folyamatot, ezt a burnoutot, ezt nagyon elősegíti. Mert tulajdonképpen az egymásra való nem odafigyelésnek is lehet ez a kiégés az egyik eredménye. Ezeket, amelyeket éppen most hallottunk, megelőzés gyanánt is alkalmazhatók. Igen. Ha valaki már konkrétan mutatja a tüneteket, ő mihez kezdhet magával? Kitől kérjen segítséget? Ha oda jut, hogy már szinte nem tud kilépni a házból sem. Az apátia? Például. Akkor az apátiában már csak a környezetétől kaphat segítséget. Ő már akkor képtelen arra, hogy felismerje, hogy ő tulajdonképpen ilyen sorozatnak, egy ilyen folyamatnak lett úgymond az áldozata. Tehát itt a munkahelyi, tehát itt a vezetőktől, a munkatársaktól, és nem beszélve arról a barátok és a család. Mert mind a két oldalról, tehát az interpersonális kapcsolatai, a szociális kötődései nagyon beszűkülnek. Na most itt azért ez személyiségválogató, hogy az illető, ha fel is ajánlják a segítséget, mennyire fogadja el, mennyire akarja, mennyire fogékony egy ilyen segítségnyújtásra, mert van. Tehát van visszaút, föltétlen, és hát minél korábbi a felismerés, nyilvánvaló, hogy annál hamarabb a gyógyulás is. Hát ilyenkor ugye a pszichológus, a pszichiátereknek a szerepe, a pszichoterapeutáknak a szerepe nagyon kihangsúlyozott, és akkor hát egy autogéntréning, egy relaxációs gyakorlat, akkor
ha ülő foglalkozást végzett, akkor aktiválni a szabadidőben, ha szellemi munkát végez, akkor kétkezi tevékenységre sarkalni, vagy pont az ellenkezőjét. Én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy az, aki nagyon elszigetelten és csak szellemi ülő munkát végez, kezdjen el kézi munkázni, faragni, gyurmázni, horgolni, hímezni, bármit, valami olyan kihívást, ahol azért a sikerélmény valamilyen szinten úgy biztosítva van. És mindenképpen kilép a napi rutinból. Föltétlen. Ennek nagyon nagy szerepe van. Ülő munkát végzőnek, akkor a szaladás, a torna, egy ilyen fitness programon való részvétel, egy új közösségbe való beilleszkedés, aminek szintén nagyon nagy szerepe van. Nagyon sok jó tanácsot hallottunk. Én azt gondolom, hogy érdemes odafigyelni ezekre a tünetekre, és ha azt tapasztaljuk magunkon, vagy akár a környezetünkben bárkin, hogy ezek a tünetek megjelentek, akkor mindenképpen érdemes segítséget kérni, akár szakembertől is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, hogy itt lehettem. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta.